Ez a kis pasztilla tulajdonképpen egy vitamin. Dombóváron úgy gondolják, jobb a gyerekek egészségét védeni, mint egy esetleges fertőzést utólag kezelni. Így hát támogatták az ismert cukrásznak, Gábor Sándornak, a Rákóczi Tudós feltalálójának ötletét. A kiváló minőségű csokoládé 1000 nemzetközi egység D-vitamint rejt. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a kevésbé napsütéses hónapokban, tehát november 15-től március 15-ig minden gyerek minden nap fog kapni egy ilyen csokoládét. A kisebbek azok desszertként fogják megkapni az étkezés után, ahol a pedagógusok ebben segítenek, a nagyobbak pedig minden hónapra kapnak egy dobozzal, és hát maguk fogják ezt fogyasztani, illetve hát maguknak adagolni. A gyártás folyamatban van, a mintadarabokkal már a testület tagjai is megismerkedhettek. Fontos még megemlíteni, hogy mindenféle hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik a termék, föl is van tüntetve rajta, valamint az, hogy ilyen allergén anyagokat nem tartalmaz, mint például laktóz, vagy ilyesmi. Rövidesen tehát a város minden oktatási intézményében rendelkezésre áll majd a gyógycsokoládé.